múzeum idei tervei, rengeteg program megvalósult, műkincseket loptak, termelői piac a bátszalókon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 27-én 18 óra 5 perckor. Dr. Nagy Molnár Miklóssal, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatójával beszélgettünk év elején arról, hogyan alakul az idei tervek. Nagyon behatárolja a lehetőségeket, még mindig a járvány, ezért óvatosan tervezgetnek. Májusban a Kovács Mihály napokhoz kapcsolódóan a KUN kapitányok, illetve a huszárok története. Illési Ádám korábbi kiállításának folytatása lenne a következő kiállítás. Ami már biztos pontnak látszik, a májusban ott a Kovács Mihály napokhoz kapcsolódóan a KUN kapitányok, illetve a huszárok története Illési Ádám kiállításának, korábbi kiállításának folytatása lenne, tehát ez folyamatban van, még azért csak ilyen óvatosan tudok róla beszélni. Augusztusra Bod László karcagi születésű festőművész kiállítását tervezik. Nyáron, augusztusra, ez már egy nagyjából lekötött, tehát nagyjából biztos kiállításunk, Bod László festőművész, ugye karcagi születésű festőművésznek a kiállítása, hiszen a lánya él, és ő felajánlotta a városnak az anyagát, hogy válogathatunk belőle, és majd egy későbbi galéria számára is ilyen szempontból állítanánk össze ezt a kiállítást. A többi egyelőre még tervezés, nagyon nagy tervezés alatt van. Idén a Fazekas házban a kemence rendelkezésre áll. Esznagy István fazekas dolgozik a műhelyben, így itt fazekas tábort, szakkört szerveznek. Örömmel mondhatom, hogy most már működik rendesen a Fazekas ház, tehát a kemence is rendelkezésre áll. Van fazekasunk, tehát egy közel 10 éves álom megvalósulhatott. Ugye ifjabb Esznagy István dolgozik a műhelyben, és szeretnénk tervezni oda is majd fazekastábort, fazekas szakkört és egyéb dolgokat. Minden ugye majd meglátjuk, hogy milyen módon tudjuk megvalósítani, hogy fizetős lesz-e, vagy pályázati úton sikerül ingyenessé tenni ezt a lehetőséget. A szélmalom felújításának második üteméhez fog hozzá az önkormányzat. A Nagy Kuntályház nyitva lesz nyáron, bár ott is lehet, hogy elkezdődik a felújítás, ha nyernek. A sütőház teteje igen rossz állapotban van. A szélmalom felújítás alatt lesz ebben az évben továbbra, és a második ütemhez fogunk hozzá, illetve fog hozzá az önkormányzat. A tájházunk, a Nagykun tájház az ugyanúgy nyitva lesz a nyár folyamán, ahogy szoktuk, bár ott is lehet, hogy elkezdődik majd egy felújítás, attól függ, hogy a pályázaton nyerünk-e, hiszen aki arra járt, az láthatta, hogy a kisháznak, tehát a sütőháznak a teteje igen rossz állapotban van, tehát az egy statikailag is rossz állapotban lévő épület, azt igencsak fel kell újítani. De akkor már lehet, hogy az istállót is felújítjuk, attól függ, hogy a pályázati pénz mennyire teszi majd lehetővé ezt a dolgot, de ettől függetlenül szeretnénk látogatók előtt megnyitni a tájházat nyáron. A múzeumban tavaly nagy sikert arattak a múzeumpedagógiai foglalkozások, ezek is folytatódnak. Tavaly nagy sikert arattak a múzeumpedagógiai foglalkozásaink az óvodások és általános iskolások körében, és ezt továbbra is szeretnénk folytatni, hiszen most már megoldódott, több éven keresztül húzódott a múzeumpedagógus kérdése, és most olyan múzeumpedagógusunk van, akire lehet számítani, és ő is hosszabb távra tervez ide, hogy itt dolgozzon, tehát múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülünk majd. És majd ezek a honlapon, meg a Facebook oldalunkon fognak megjelenni. A múzeum jelen pillanatban már nyitva van, a téli nyitvatartás szerint 2-től szombatig reggel 9-től 16 óráig látogatható, maszk használata kötelező. A téli nyitvatartás szerint 2-től szombatig reggel 9-től 16 óráig látogatható, és természetesen maszk
használata kötelező. Bár én rajtam most nincsen maszka, nincsenek is látogatók, tehát most nekem rajtam ezért nincsen maszk, de maszk használata kötelező. És ugyan az árakat nem emeltük, azok ugyanúgy maradtak, a karcagi diákoknak csoportosan ugyanúgy ingyenes, mint ahogy korábban volt. A belépő jegyárak nem emelkedtek 2022-ben sem. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvodában Földváriné Simon Ilona igazgatóval beszélgettünk az év végéről, és arról, hogyan készülnek a félévi zárásra. Nagyon készültek a karácsonyra iskolai, munkaközösségi szinten, illetve az osztályfőnökök is osztályszinten. Nagyon készültünk a karácsonyra, iskolai szinten, munkaközösségi szinten, illetve az osztályfőnökök is osztályszinten. Talán a vasárnapi nagytemplomi alkalmakat szeretném kiemelni. Ott volt egy nagyon szép adventi műsorunk. Aztán fellépett az iskola csillagfény kórusa. A kórustagok létszáma örvendetesen jó nagy, 67-en vannak. Itt nagyon örülünk, nagy az érdeklődés. Az énekkari próbák és szereplések iránt. A karácsonyi műsorban egy átiratot láthattak a kedves szülők Andersen a Kis gyufárus lány című meséjéből a 7. ások és a 6. osztály tanulóitól. A nagyiskolai karácsonyi műsort szeretném még kiemelni. Egy átiratot láthattak a kedves szülők, nagyon sokan voltak Andersen. A Kis gyufárus lány című meséjéből készült egy átirat. Ezt adták elő a 4. vasárnap, illetve Szentestén is felléptek szintén ugyanazok a gyerekek, 7. ások, osztályfőnökök segítségével, vezetésével és a 6. A osztálynak a tanulói, és ezt a szép jelenetet ismételten előadták. A téli szünet előtt a tanítók, szaktanárok néhány dolgozatot már megírattak, hogy szünetben a diákok pihenjék ki magukat. Január elején a ráhangolódás és az első fél éves felmérések ideje. Pedagógusok, tanítók, illetve szaktanárok azért néhány dolgozatot már megírattak a téli szünet előtt, mondván, hogy a gyerekek a téli szünetben pihenjék ki magukat, ez nagyon fontos. Utána január végén ugye fordulunk, megkezdődik a tanévnek a 2. része, tájékoztató füzetet írunk, minősítünk, értékelünk, és hát egy szülői értekezletre is hívjuk majd a szülőket. Sajnos nem hagyományos módon tudjuk hívni, és ugye nem tudjuk beengedni ide az iskolába, de digitális formában mindent megtesznek az osztályfőnökök, hogy a szülőket kellőképpen és lehetőleg mindenről vagy sok mindenről tájékoztassák. Folytatódnak a tanulmányi versenyek. Az első fél évben is sok szép versenyeredmény született. Ősz végéig sok sporteredmény volt, most ott is leállás van. Szeptember, október, november első felében talán a sportot is ki tudom emelni. Utána ott a sportterén már egy kis leállás volt tapasztalható, de a tanulmányi versenyeken nagyon eredményesen szerepeltek a gyerekek. Változatos volt a megtartásnak a formája. Voltak olyan versenyek, amelyeket online módon hirdettek meg, de most már többen próbálkoztak a hagyományos versenynek a megtartásával. Mondok erre egy példát, itt Karcagon is a Dérinél Művelődési Központ a Jégvirág mesemondó versenyt úgymond élőben meg tudta szervezni, és ez mindenféleképpen jó, mert ugye a gyereknek a kiállás, az intellektuális készség fejlesztése tulajdonképpen így történhet, ilyen hagyományos formában, és nem online módon, illetve a verseny tisztasága is tulajdonképpen, én úgy gondolom, hogy így biztosított hagyományos formában. A 2. fél évben már jönnek a nagyobb, komolyabb tanulmányi versenyek, mind az alsó, mind a felső tagozatban. Most készülnek a 7. 8. osztályosok, a dr. Hajdú Moharos
országos református versenyre, és hát utána jönnek a alapozó tantárgyakból kémia, biológia, matematika, informatika, hát megyei, országos, illetve informatikából nemzetközi versenyre is készülnek a diákok. És reméljük, hogy ha bejön a jó idő, ha indul a tavasz, bár most ugye azt lehet hallani, hogy januári tavasz van, de hát ez nem az igazi, akkor a sportversenyek is megtartásra fognak majd kerülni, és oda is tudunk menni. Nagyon sok sportolónk van, nagyon szeretnek a diákok sportolni, és hát az nagyon fontos is, hogy menjenek és mozogjanak. Júniusban az összegyűjtött versenyeredményeket és a tanulmányi eredményeket az iskola Talentum című diákújságjában megjelentetik, amit megkapnak a szülők is. Földvárini Simon Ilona szerint diákjaik sikerei nem csak az iskola, hanem a város hírnevét is gyarapítják a szép, kimagasló eredményeikkel. Elfogták a feltételezett elkövetőket. Egy helyi lakos tett bejelentést a rendőrségre január 10-én, mert ápoltja a Tiszaderzsi otthonának udvarában. A tulajdonos ugyanis nem abban az ingatlanban él, a friss hóban ismeretlen személyek lábbeli nyomait fedezte fel, majd néhány perc múlva észlelte, hogy az idegenek bejutottak a házba is. A tettesek a lakásból láncfűrészeket, festményeket, porcelán edényeket, műszaki cikkeket, különböző dísz és használati tárgyakat tulajdonítottak el. A lopással okozott kár meghaladja 8 millió forintot, közölte a rendőrség. Bejelentés követően a tiszafüredi rendőrök nyomozásba kezdtek, és több száz órányi kamerafelvételt elemeztek. Hamarosan kiderült számukra, hogy kik a feltételezett elkövetők. A tiszafüredi rendőrök elfogták és előállították a rendőrkapitányságra a tetteseket, akiket a nyomozók kedden gyanúsítottként hallgattak ki. A 4 középkorú férfi és a 19 éves nő terhére lopásbüntet elkövetését rótták. A nyomozó hatóság kettejük esetében határozott az őrizetbevételről és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására, míg társaik szabadlábon védekezhetnek. A gyanúsított kihallgatások során a nyomozók látókörébe került az a Tiszaszent Imrei lakos, akinek az eltulajdonított értékeket eladták. A rendőrök a kutatás során az értékes tárgyak egy részét megtalálták, lefoglalták. Az alkalmi vevőt, mivel a megalapozott gyanú szerint tudhatott arról, hogy a vételre felkínált és később megvásárolt tárgyak bűncselekmény elkövetéséből származnak, pénzmosás büntet elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók. Már nem kell sokat várni arra, hogy friss, jó minőségű helyi termékeket vásárolhassunk az új abátszalóki termelői piacon. A szükséges engedélyek már rendelkezésre állnak, heteken belül megkezdi működését a korszerű létesítmény. Számos beruházás zajlik jelenleg is a városban, és még több pályázat előkészítése van folyamatban. Talán mindközül a legjobban várt az a nagy volumenű fejlesztés, amelynek keretében egy új épülettel bővül a városi bölcsőde, és duplájára nő majd a férőhelyek száma. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!